Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Karácsony ünnepén szeretettel köszöntjük a testvéreket. Kezdjük a mi Urunk magasztalását a 422. dicséret éneklésével. Elfoglalva magasztaljuk tovább az Urat a 401. dicsérettel, az 5. versig énekeljük.
a mi segítségünk, karácsony ünnepünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kezünket összetéve imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, semmihez sem fogható az az öröm, ami ott a gyermek születésekor elérte, megérintette az embert. Ezt visszhangozta a világ, az angyalok éneke. Ezt az örömöt várjuk most, Urunk, a szívünkbe. Hadd legyen tiéd ez az óra, áld meg a mi alkalmunkat. Tedd ünneppé a mi szívünket, életünket a Krisztussal való közösségben. Jövel, vidámítsd meg igazán ezt a gyülekezetet. Hadd lehessen tiszta, maradandó a mi örömünk. Leljük meg Jézusban az örök boldogságot. Jövel szent lelkeddel. Ámen. Kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján most közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom, megírva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében. A 8. rész 31. és 32. versét olvasom fel. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha az Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Kedves testvérek, hadd idézzem fel Veres Sándor két sorosát. Tág a világ, mint egy álom, mégis elfér egy virágon. Csodálatos ez a vers, mert valóban egy nyíló virágban ott lehet az egész teremtettség szépsége. De mit mondjunk akkor a gyermekre, a Betlehemben születetre? A Teremtő Isten maga az, aki ránk mosolyog benne, a mi mennyei atyánk szeretete. Ott van bennünk a mi megtartásunk. Üdvösségünk forrása, a minden, amit benne megtalálunk. Örömmel hallgatjuk ilyenkor az evangéliumi részleteket, ahogyan Máté vagy Lukács beszámol Jézus születésének a történetéről. De a karácsony üzenete
ott van Pálnál is. Fontos helyeket idézhetnénk a páli levelekből. És talán az egyik legfontosabb részlet itt van, a római levél 8. részében. Visszautalás ez Ézsaiás próféta jövendőlésére, ahogyan az angyal is mondja Józsefnek, íme szűz fogan méhében fiút fog szülni, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. És Pál így folytatja, ha az Isten velünk, ki lehet ellenünk? Az ő szeretetének nem lehet ellenállni, attól semmi el nem választhat bennünket. Itt van, betört ebbe a világba, megjelent a gyermekben. Nincs az az erő, az a hatalom, ami megvonhatna tőle. Sem élet, sem halál el nem választhat tőle. Velünk az Isten. És kicsoda választhatna el tőle. Itt van, megjelent az ő szeretete, ami Urunkban, Jézus Krisztusban. Isten, ajándékozó Isten, aki a saját fiát adta. És aki a saját fiát nem kímélte. Bizony mi szégyenkezve, orcánk pirulásával hallhatjuk, érthetjük meg mindezt. A mi világba jött. És mi csak arról tudunk beszélni, hogy ez szégyen, ahova neki érkeznie kellett. Minden szülő igyekszik a gyermekének a legtöbbet, a legjobbat adni. Ilyenkor karácsonykor különösen megvan bennünk az igyekezet. Figyelünk rá, hova mehet el, hova iratjuk be. Hát hova küldte Isten az ő fiát? Ebbe a mi bűnnel terhelt világunkba. Az orcánk pirul, fejünket hajtjuk. De itt van, jelen van. Megosztotta velünk az ő fiát, és benne megkaptunk mindent, mert ajándékozó az Isten. És sokszor mondjuk, hogy minden ajándékban, a legegyszerűbben is, ott van, ott lehet valahol ez jelként. Lehet, hogy öntudatlanul, lehet, hogy át sem gondoltam, de minden ajándék jellé válik. Nekünk családommal együtt az első karácsony a Pozsonyi úti gyülekezetben. És hadd mondjam azt el, hogy nagy ajándékjelekhez juthattam a legutóbbi időkben. Kettőt hadd említsek. Kicsit bátortalanul említettem a presbiteri ülésen, mi lenne, ha gyűjtést hirdetnénk a Psalmus koncerten, aztán a rákövetkező vasárnapon is, kárpát-aljai testvéreinknek, számomra különösen közel álló gyülekezeteknek, akikkel már sok éve megvan a kapcsolatom. És milyen jó volt, hogy igent mondott rá a presbitérium, és elfogadta a gyülekezet, és nem várt hatalmas adomány gyűlhetett össze. A hangversenyen 505.000 forint, aztán a másnapi istentiszteleten 245.000, összesen 750.000 forintot utalhattunk kárpátaljai testvéreinknek. Isten ajándékozó szeretete ott lehet ebben a jelben, minek mértéke talán senki által nem volt várt vagy remélt. És én tudom, hogy ott most mennyire hálásak, és hogy ma imádkoznak, értetek, kedves testvérek. Kárpátalján hangzik a fohász ezért a gyülekezetért.
És azt is hadd mondjam el, hogy igazán nagy örömben lesz része sokaknak. Sok meleg ebéd telik ki ebből az ományból nélkülözőknek. Összesen mintegy 150 gyermeknek lehet öröme az ajándékból, és még mindig maradhat, mert Isten szeretetének nincsen mértéke, és a ti adományotok is ezt valamiképpen kifejezi. De van egy másik jel is. Presbiteri ülésen kimondtuk, hogy ajándékcsomókat készítünk, összesen 22 név gyűlt össze, és már gyakorlatilag mindenhová eljutott az ajándék. Olyan jó volt hallani, megolvasni a jelentkező szándékot. Volt, aki 5 helyre is kivitte itt a kerületben az ajándékcsomagot. Volt, aki elvitte a messzi Kőbányára, Cseperre, és az ajándék mára megérkezhetett. Igazi küldöttek, angeloszok, akik ezt megtehették. Jele ez is Isten ajándékozó szeretetének. Figyeljünk csak oda, aki saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozott volna vele együtt mindent minékünk. Ez a minden jelenik itt meg. Vele együtt. Több a földi ajándéknál. Nagyobb az, amit megkapunk, amit csak Krisztussal kaptunk meg. Ezen a vele együtten van a hangsúly. Minden. Emlékezhetünk gyermekkorunkra, amikor megálltunk egy kirakat előtt, és annyi minden tetszett. Nem tudtunk volna választani. Vagy bementünk a boltba, és sok-sok idő kellett ahhoz, hogy végre valamit válasszunk. Mert úgy kéne az összes. És felnőttként is sokszor vagyunk így. Nehéz valamiről lemondani, nehéz valamit elengedni. De aztán másféleképpen is gondolkodhatunk, másféle érzés is megszülethet bennünk. Lehet, hogy csak egészségre volna szükség. Végre arra a gyógyszerre, ami igazán segíthet. Lehet, hogy csak egy kis szeretetre, jó szóra a családban. Lehet, hogy csak házasságon megújulására. Lehet, hogy csak erre vagy arra. És ebben a mindenben ott lehet mindez. De ennél több is. Nem csak a földire utal az apostol, hanem arra, amit valóban csak Krisztussal vele együtt nyerhet meg az ember. És milyen csodálatos, hogy mindennek részesei lehetünk, hálaadással fogadhatjuk. Erről szól az ünnep. És így lesz maradéktalan és teljes ez az öröm, amiről szó van. Mert mi is igyekeztünk, hogy örömöt szerezzünk. Bizonyára ott volt az igyekezet a kedves testvérek szívében a szándék, hogy az az ajándék, ami tőlem telik, örömet adjak. Vajon minek örülne igazán a másik? Isten is lelepleződik az öröm szenző szándékában. És nagy lesz mindenki öröme. Ott nem maradhat senki öröm nélkül. Az angyalok öröme, örvendező kórusa, és ezt vízhangozza a föld, az egész világ. Mária öröme, a szent család öröme, a pásztorok öröme, hogy viszik a hírt, ezt a többet, ahogy megkapják, erről nem lehet hallgatni, tovább kell adni. Ott van jelként a minden, abban a gyermekben. Pál sokszor beszél erről a mindenről, amit Krisztusban megkapott. Mondja magáról is, vallja így, hogy semmi nélkül való
és mégis mindennel bíró. Ezt érthetjük meg karácsonykor, mert lehet, hogy valami hiányzik, valami nélkül vagyunk, de a minden és a minden felett öröm mégis ott lehet az életünkben, Krisztusban, a gyermekben, ha a miénk. Hadd fejezzem ki ezt a mindenben való részesedést azzal, hogy most a magunk múltjára, jelenére, jövőjére emlékeztetek. Megnyerem a múltam. Milyen is a mi múltunk? Sok minden eszünkbe jut ilyenkor, karácsonykor. De lehet, ami múltunk egészen fenyegető, sok terhelő is. Annyi minden van benne, amire nem szívesen gondolunk. Annyi minden meg lehet benne, ami terhel, ami miatt oly nehéz visszatekinteni. Az én életem, amit Isten előtt, a fele barátom előtt, magam előtt nem szívesen vállalok, ami ott van eltörölhetetlenül. Vajon hogyan szabadulok tőle? Most megnyerem a múltam, Krisztusban mindent, mert eltörölni valóban nem lehet, de ő az, aki elveszi, magára veszi. Minden vétkem, ezt érthetem meg. Lehet hálát adnom a múltamért, mert ott van, jelen van az ő kegyelme. És így mindettől megszabadultan annyi minden valóban örömteli módon juthat eszembe, mindazt, amit megkaptam. Hála adás lehet a szívemben az ünnepen, mert van nekem szabadítóm. Mindazt a javat, azt a jót, amiben részesültem, valóban örömmé teheti az életemben. Minden az enyém. Megnyerem a jelenemet. Bízom benne, kedves testvérek, hogy mindenkinek lehet igazi karácsony élménye. Így telhetett az enteste, így telt az idő, ha még nem volt, akkor most kiteljesedhetünk benne a gyülekezet közösségében. Milyen jó ezt a jelent átélni, a pillanatot megragadni, valami semmihez sem foghatót. És kedves testvérek, azt mondhatjuk, hogy ez a jelen, ez válhat tartóssá. Mégis igaz lehet mindez. A kereteket talán nem tudjuk megtartani. Annyi mindent áldoztunk, beletesztünk munkában, ami anyagi lehetőségeink szerint. Lehet, hogy mindez nem tartható. Sok minden elmúlhat az ünneppel. De mindaz, amit kapok, ami Krisztusban az enyém, az tartós módon, biztos módon megmaradhat. Ez a jelen örökké tartó, amit megismerek karácsonykor. Nagy lehetett gyermekeink öröme, amikor még karácsony előtt találkoztunk a friss hóval, a fehér karácsony élményével. Az én gyermekeim is a templomkertben egy hóembert készítettek, egy szép méretes hóember készült a hóból, ami aztán éppen az ünnepre, szentestére elolvadt, bedőlt. De az élmény, az öröm az ott lehet. És sok minden lehet múlandó, elmúló ebben a világban, de Isten szeretete örök. Krisztusban megkapok mindent. Minden az enyém. Érdemes meghallgatni Baló Zoltán püspök úrnak karácsonyi köszöntő beszédét, ebben beszél arról, hogy milyen fontos volna, hogy ez a világ végre jó helyé váljon. Kezd azzal, hogy igyekezz rajta, hogy a te életed váljon azzá igazán jó helyé. Jó helyé, amiben jól érzed magad.
és amivel mások is jól érezhetik magukat. Fogad szívedbe a Krisztust, keresd vele a közösséget, járulj elébé, és akkor meg lesz. Jó helyé vált az életed, és jó hely lehet mások számára is. És megnyerhetjük a jövőnket is, mert ha a múltunktól félünk, ha vele szemben van valamiféle szorongás a szívünkben, lehet a jövőnkre gondolva is. Megnyerhetjük ezt a jövőt a Krisztusban. Ő nyitja meg, rátekintek, közösségem van vele, észreveszem Isten végtelen szeretetét, megnyílik számomra ez a jövő. Annyi sok nyomasztó dolgot találunk, mit hoz a holnap, mire képes még ez a világ. Olyan szomorúsággal tölt el, hogy háború van, hogy nélkülözés, hogy annyi minden elveszik a szemünk láttára. De Krisztusra együtt megnyerem a jövőt. Ez a minden, ez ott lehet az én szívemben, és ez lehet a mi reménységünk. Mi tudunk róla, hogy van ennek a világnak holnapja, és van jövője. Ő benne megnyerek mindent. Csodálatos, nagy dolog ez. És hogy igaz ez a holnapra, meg a holnap utánra, igaz ez még azt követően is. A világban sok minden elfogy, sok minden a múlté, de neked van jövőd. És az az élet, ami most elkezdődik, ami Krisztusban kezdődik, amit a vele való közösségben megkapok, az lehet tartósan a tiéd. Van távlatunk. Elhozta az életet, benne megleled. Milyen csodálatosan üzeni számunkra ezt az úrvacsora is. A szentjegyek vételében minden a tiéd, megkapod. Vegyünk részt Isten örömében. Legyen találkozásunk a Krisztussal. Nem kimélte, mindannyiunkért odaadta bűneid bocsánatára, üdvösségedre, hogy egyek lehessünk az örök élet örömében. Amen. És a szentjegyek vételére készülve, most énekeljük a 412. dicséret első versét, második, harmadik és negyediket. Itt állok jászolod felett. Itt
megváltó Urunk, Jézus Krisztus szerzette az úrvacsorát. Ismerős, kedves szavak, Pál apostol sorai, Korintusi első levél 11. részében. Én az Úrtól vettem, amint néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, mikor elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely térettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a pohárt, és miután megvacsorált, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljön. Imádkozzunk. Óvj meg bennünket, Urunk, mindenféle gépiességtől. Liturgiai rendünk szerint most bűnt kellene vallani, aztán bevalljuk, vagy tudunk, vagy nem tudunk őszintén bűnt vallani. Nem nekünk kéne most megszólalni, hanem neked, Urunk. Te mutass rá arra, hogy életünkben mi az, ami nem tőled való. Nem is sejtjük, hogy az, s mégis tetőd ezerinted, így igaz. Karácsonyi kedves közhely, mennyire igaz, mint minden közhely, befogadni téged, életbevágóan fontos, örök életbevágóan fontos. Jöjj szívünkbe, Úr Jézus Krisztus, és tégy emberré. Úgy szeretnénk téged e világban felmutatni. Bocsáss meg kettős énünket, ha van ilyen, egy templomos vasárnapi énünk, hétköznapi egészen más énünk. Igaz, nem könnyű a külvilágban téged megvallani, megélni, hozzátűnek maradni. Most ezért vagyunk itt, hogy feltöltekezzünk, hogy a közhely életté nem esedjen. Jöjj szívünkbe! Tégy emberré, igaz emberré, emberré lett Isten fia, Jézus Krisztus. Mutass rá arra, ami életünkben gyengeség, ami lehetne sokkal jobb is, kevésbé bántó mások számára, önmagunkat nem emésztő. Uram, mutass rá, tisztíts meg, kérünk. Adj igaz, őszinte bűnbánatot. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, lelkitest feltámadását és az örök életet. Amen. Karácsony kiemelt evangéliuma, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, de örök élete legyen. Hisszük-e, valljuk-e, hogy ő érettem, érettünk, valamennyiünkért adatott ajándéképpen. Ha igen, mondjuk bátran, hiszem és vallom. A testére egy gyermek mondta később, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Hisszük-e, valljuk-e, hogy nincs oly emberi mélység,
ahonnan ki ne tudná hozni bennünket az ő kegyelmessége szerint, ne tudná újra emberré tenni, szeretetből, kegyelemből. Ha igen, mondjuk bátran, hiszem és vallom. Ünnepek általában a fogadkozás alkalmai is. Mai alkalommal úgy őszintén, szívből jövően ígérjük-e, fogadjuk-e, hogy próbálunk az ő kegyelmével, segítségével a világban élni, neve dicsőségére járni, szólni, szolgálni, elhallgatni, hogy történjen minden az ő dicsőségére. Ha igen, mondjuk bátran, ígérem és fogadom. Mindezeket én magam is Uram előtt állok, őszintén hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most az én Uramnak, ő tudja hogyan és miért, de elhívott szolgája, hirdetem valamennyiünknek, bűneinknek bocsánatát, az örök életet. Megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, Szent Fia által. Jézus mondta, mondja ma is, nem kárhoztatlak, eredj el, s többé ne vétkezzél. Bűneit megbocsátattak. Amen. Testvérek, íme minden kész, urasztala megterítve, mindenkit jó szívvel várunk az urasztalához, legyen bárki bármely felekezet tagja, jó szívvel hívjuk és várjuk. Jó rend kedvéért mondom, hogy a szokás nálunk az, hogy fal felé indulunk el, jövünk vissza, és úgy helyre középről. Másik oldal szintén a fal felől indulna el, vagy középről vissza a helyére. Helyünket foglaljuk el, és aki a helyén maradt és énekel szívesen, énekeljük 721. számú énekünktől kezdődően imádságainkat, énekeinket.
lehetne méltóbb bezárása ennek a csendességnek Dávid 23. Zsoltáránál. Dávid 23. Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. S még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket foglaljuk el, testvérek. Jó szívvel, szeretettel hirdetem, hogy holnap ünnep másodnapján, délelőtt 10 órai kezdettel tartunk istentiszteletet, az alkalommal is szeretnénk az urasztalát megteríteni Urunk dicsőségére. Jó szívvel hívunk és várunk mindenkit a holnapi alkalomra is. Hirdetem, hogy előttünk álló hét szerdáján este bibliaórát most nem tartunk, ellenben szerda este tartja az ifjúsági bibliakör az évzáró együttlétét, alkalmát, szeretett vendégséget. Minden fiatalt jó szívvel hívunk és várunk. Szerdára tehát az évzáró csendességre, évzáró hajtatra. Hirdettem, hogy új év napján, tehát szilveszter napján délelőtt 10 órakor a templomban tartunk istentiszteletet, utána rendhagyó módon kirándulásra hívjuk a testvéreket, akinek van kondíciója, kedve, ideje, józűet sétálni. Alkalom után együtt indulnánk innen a templom elől, a végcél az Erzsébet kilátó Jánoshegyen. Aki autóval menne, ott találkozunk egyértelműen, és ott lesz egy rövid csendesség, igeolvasás, édeklés, évet ilyen értelemben bocsátatnánk. Tehát ez lenne 31-én, mához egy hétre, telebaz egy hétre, az alkalom után kirándulás Jánoshegyre. Hirdetem, hogy január 1-én, új év napján, 10 órai kezdettel tartunk évkezdő csendességet. Háladás című újságunk megjelent, a karácsonyi szám. Köszönjük Mátyás Imre szerkesztő úrnak a munkáját. Tessék elvinni a kiáratnál, ingyen való. Jó szívvel ajánljuk mindenki szeretetében. És a Reformátusok lapja ünnepi száma 1000 forintos áron kapható, mert dupla szám, kiáratnál szintén, aki szívesen megvásárolja, vásárolja meg. Kínáljuk szeretettel. Látunk ott a templom falánál egy kis könyves polcot, sok-sok értékes könyvvel, de ezek ingyen való könyvek. Tessenek körülnézni ott a kiáratnál, ingyen való könyvek, aki szívesen elviszi, vigye el, legyen olvasmánya hasznossá, értékessé életében. Ha elmondtam mindent, akkor énekeljünk. Énekeljük a záróénekünket, a kitett énekszám szerint.
Zárjuk ünnepi istentiszteletünket, nemzeti imádságunk a himnusz eléneklésével. Az angyalkar örök glóriája legyen ma is áldás számunkra. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, az emberekhez jó akarat. Mi Urunk adjon áldott, őszinte, békességes, szép ünnepet továbbra is. Amen.